A következő előadás, most az én leszek az előadó, az AKP-ról fog szólni. A tartalomjegyzék, AKP célja, szakaszai, eredményei és ennek az eredményeinek az ára. Végül egy összefoglalás. Az AKP célját, amit itt látnak, ezt a Világbanknak az árójelentéséből fordítottam, mert elég kevés dokumentum áll rendelkezésre eredeti az AKP-val kapcsolatban. Meglepő módon a Világbanknak az interneten van kint összefoglaló zárójelentése, és többek között itt volt az ő szempontjuk szerint, hogyan zajlott, milyen eredményeket ért el az AKP. És itt kimásoltam az árójelentésnek az elejét, amiből látszik, hogy ez egy majdnem 56 millió dolláros projekt volt, abban az időben 1 dollár 100 forint volt. Azért ez egy igen komoly, a felét a magyar kormány állta, a másik felét pedig a Világbank, illetve a FAR. Igazából 4 szakasza volt a projektnek. Az első a 93-95 közötti szakasz, ami elsősorban a nagyon rossz és hiányos informatikai infrastruktúrának a javítását szolgálta, ezt meg is valósította. Itt az szó is volt róla, hogy az igazgatóságoknak a módosítását, tehát a KAIG, Budapesti igazgatóságok, ezek mind a Világbanknak a javaslatára születtek, valamint a megyei vaxgépeknek a fejlesztése. Második szakasz a helyben topogás. 95-96. Változás történt az APEC vezetésében, és így nem lehetett végrehajtani az eredetileg tervezett modernizálást. Az informatikai részleg már akkor is megosztott volt, ez később is fennmaradt abban, hogy központosított rendszereket vagy elosztott rendszereket kell fejleszteni. És az APEC vezetése nem igazán foglalkozott a Világbankkal, ez az igazság. Ennek hatására jött a következő szakasz, amikor a Világbank javasolta, hogy hagyjunk fel a projekttel. Mégpedig úgy, hogy 96. júniusában befejezetnek nyilvánítjuk, és lezárjuk a még meg nem kezdett vagy el nem végzett projekteket. A pénzügyi kormányzat azonban azt kérte, hogy ne kerüljön lezárásra, és folytatódjon a projekt. Ennek eleget is tett a Világbank, és kidolgozták a 2 éves taktikai tervet, ami világosan megmutatta, hogy milyen feladatokat kellene végrehajtania a projektnek. A harmadik szakasz, 97 ez az a negyedik, harmadik szakasz január, 97. január, 98. júniusa, amikor a taktikai terv megvalósításán dolgozott a hivatal, de az is látszott nagyon sok alprojektről, hogy ezt már nem fogják tudni megvalósítani a következő 2 évben. Hozzá kell tennem, hogy 20 alprojektet nevezett meg és indított el a AKP, hát ezekből majd látni fogjuk, hogy mindösszesen 4-et lehetett átvenni az AKP lezárása után, kisebb-nagyobb módosítással. A probléma többek között az is volt, hogy nem foglalkoztak azzal, hogyan lehet beintegrálni az AKP eredményeit a APEC informatikai és szervezeti struktúrájában. Hozzá kell tennem, hogy a Világbank a dokumentumok alapján folyamatosan felhívta a figyelmét az APEC vezetésének arra, hogy a projekttel gondok vannak. Ennek lett az az eredménye, hogy a projekt az APEC-en belül teljesen elszigetelődött, önálló szigetté vált, és azok a rendszerek, amelyek mégis üzembe lehetett helyezni, az ennek a 2 évnek a eredménye volt. És akkor a lezárási szakasz, ez az történt, hogy áttekintette a projekt, az APEC, hogy melyik alprojekteket lehet alkalmazni, lezárni, módosítani és folytatni. A legnagyobb problémát a folyószámla rendszer okozta, amely eredetileg itt egy elosztott
elosztott rendszer lett volna, és ezt egy központi folyószámla kezelővel váltottuk fel. Hozzá kell tenni, hogy itt két érdekes probléma merült fel. Az egyik az, hogy működésképtelenné vált volna az APEC, hogyha ezt a rendszert megvalósítjuk. Ugyanis ez 16 Unixos rendszernek az alkalmazását jelentette volna a 16 igazgatóságban. Az APEC-nek nem voltak Unixos szakértői. Annál inkább sem voltak, sőt, nem ilyen nagy tömegben, mert az AKP rengeteg alvállalkozóval dolgozott. És az összes szakmai eredmény és tudás az alvállalkozóknál jelent meg, hozzátéve azt, hogy rendkívül drágán dolgoztak. Azért egy-e dolgot hagyd mondjak el, hogy volt egy amerikai magyar a világbanki projektben, aki 100 millió forintos juttatásban részesült, és senki nem tudja, hogy mi a feladata. És egyszer oda mentem hozzá, és mondtam, hogy Imi, te ki a fene vagy? És erre kiderült, hogy ő képviselte az APEC-et a Világbanknál. De rajta kívül senki nem tudott róla. Ennek ellenére a 100 millió forintot leszámlázta. A másik, hogy tehát ez egy komoly probléma volt, és az például a projekt vezetője megkérdezte, amikor azt javasoltam, hogy mondjuk meg a kollégáknak, hogy adjuk abba a elosztott rendszernek a fejlesztést, hogy bemerem ezt jelenteni egy program tanácsülésen. És azt gondoltam, hogy igen, ennek az lett az eredmény, hogy 3 nap múlva elkészült, lenne megepetésemre, a központi rendszernek a terve. Tehát azt jelentette, hogy a kollégák pontosan tudták, hogy ezt nem lehet megvalósítani, csak nem volt, aki ezt a vezetésnek elmondja, és határozottan kiálljon emellett. És hozzá kell tennem, itt a Kalmár István volt az, aki a már meghirdetett tendert a 16 Unixos rendszerről visszavonta, ami azért egy elég kemény döntés volt. Na most azért az eredmények között azért volt olyan, amelyek hatására az APEC már akkor is Közép-Európa egyik legfejlettebb, hanem legfejlettebb informatikájával rendelkező szervezet volt, és igazából később ezt a titulusát meg is őrizte elég hosszú ideig. Viszont a megyei alkalmazott rendszerekre az AKP-nak nem volt közvetlen hatása, az egyetlen az Escort helyszín ellenőrzést támogató szakértői rendszer volt. Most, aki is foglalkozik a mai mesterséges intelligencia hullámmal, az meglepődve láthatja, hogy a szakértői rendszerek azok bizony a mesterséges intelligencia első eredményei voltak, és bár én vitattam, hogy ez elég egyszerű rendszer volt, de hozzá kell tennem, hogy amikor a ír adóhivatalnál látogatást tettünk 2001-ben, hogy hogyan működik az elektronikus adóztatás, akkor az írek megdöbbenve látták, hogy nekünk már működik az Escort, ők akkor akarták megvenni, és kérték, hogy tartsunk egy ismertetőt a rendszerről. Úgyhogy ezt akkor meg is tettük. És hát azért az előbb is már mondtam, hogy alapvető fontosságú volt a megyei számítógép fejlesztés, amit a hardware fejlesztés, amit az AKP eszközével csináltak. Na most a központi alkalmazásoknál alapvető változásokat hozott az AKP, a Siemens BS 2000-es rendszereket leváltották a Jule HP Unixos rendszerek, a relációs adatbázison működő FOG 2P pénzforgalmi rendszer elkészült Ingressbe. De ezzel megint probléma volt, mert amikor ebben az időszakban az Ingress-t 60 fejlesztő fejlesztette Írországban. Miközben az Oracle-nek volt 6000 fejlesztője. És ezt egyébként egyszer már 96-ban eljátszott a Világbank, akkor fölmerült ennek a lecserélése Oracle-re, de nem született meg a döntés. Viszont 99-ben már nem lehetett újraírni a rendszert, mert itt volt a 2000 év problémája, és nem volt már annyi idő, hogy ezt meg lehessen oldani, ezért az a döntés született, hogy
befejeződik az ingressz alapon a fejlesztés, és új hozzáadott fejlesztés már csak orékla alapon lett, lesz, aminek meg az lett az eredmény, hogy ez egy évet vett el az APEC életéből, hogy 50 fejlesztő kb. 1 milliárdos költséggel, a licenzdíjakkal, mindennel fejlesztette ki egy év alatt az új központi folyószámlarendszert. De most már orékla alapokon. Igazából egy eredmény volt a SAS-ARAPU vezető információs rendszer, és abban SAS-ban megvalósított központi vállalásfeldolgozó rendszer, amit már nem az AKP alatt fejlesztettek, de az ő eszközeivel. Továbbá kialakult egy projektvezetés és ellenőrzési módszertan, ez akkor azért Magyarországon nem volt annyira elfogadott létező dolog, és ez a SSADM és a PRINCE volt. Hozzá kell tennem, hogy a PRINCE-el az volt a baj, hogy rengeteg dokumentumot követelt meg. Ennek az lett az eredménye, hogy 11-ben, most már kicsit előre szaladtunk, amikor az integrációs projektet el kellett kezdeni, akkor bejelentettük, hogy akkor csinálunk egy projektet. Vida Ildikó a vezetői megkezdésen közölte, hogy na, projekt az nem lesz. Ennek hatására nem is lett klasszikus projekt, hanem egy sajátos fejlesztési projekt menedzselési rendszert vezettünk be, amelyik igencsak az agilishez hasonló, de nem volt agilis, így első közelítésben. És hozzá kell tennem, hogy az ilyet nem is nagyon látott akkor még a magyar közigazgatás biztos nem, de a világon sem, mert egy funkcionális szervezetnek, amelynek ekkora feladata van, agilis módszertannal nem szoktak megoldani. Hozzá kell tennem, hogy 300 résztvevője volt a projektnek, és azért azt gondolom, hogy sikeresen lezárult. Megvalósult az a másik, ami azért az AKP-nak volt az eredménye, hogy egy viszonylag egyszerű elektronikus bevallási rendszerben, de 160 nagy adózónak ez megvalósult. Több ezer APEC-es dolgozó részesült korszerű információ képzésben, de valójában ezek nem érvényesültek, és a hálózati infrastruktúra, amit az AKP megvalósított, azt mai napig, de hosszú ideig használták. Ebbe beletartoztak a helyi, a megyei központok közti hálózati eszközök, és a megfelelő kommunikációs protokoll, ami hosszú ideig biztosította az APEC hálózatos működését. Gyakorlatilag ezt mondtam el az előbb. Na most milyen áron valósultak meg ezek a fejlesztések az AKP-ban? Mondtam, hogy 26 projektből mindössze 4 valósult meg sikeresen, ami alatt azt kell érteni, hogy ezeket folytatni lehetett. A másik, hogy azt mondtam, azt is csak know-how az a külső vállalkozóknál érvényesült. A AFEC dolgozók kis aránya a projektekben nagyon megdrágította, hát azért ez 10 milliárdos projekt volt 1993 és 1999 között. Azért az időtájt egy elég komoly összeg volt. És amit nem sikerült megvalósítani, az iroda automatizálás, az Aris és a Staffler szoftvereket nem vezettük be. Megvettük a licenceket, 4000 licencet, és nem vettük be őket. Továbbá az iCase, amit egy fejlesztő eszköz volt a ingresszhez, azt nem lehetett már leváltani, viszont az a probléma, hogy belőle nem lehetett programot generálni, ellentétben más hasonló fajtájú, más cégek által készített eszközökkel. Összefoglalásképpen nem sikerült felfüggeszteni a régi rendszerekben történő fejlesztést, és az AKP iránti bizalom hiányán miatt a megyei rendszereknek fejlesztésére nem volt hatással az AKP. És a végére azt, hogy egy vita volt, hogy hogyan rárjuk le a projektet.
A Világbank sikeresnek deklarálta a projektet, és el kellett fogadnom, mondták, mert a következőre indokolták. Mi volt az ő feladatuk? APEC legyen működőképes 90-es évek végére. Működőképes lett? Igen. Hát akkor teljesültek a feladatok, és így aztán meg is állapodtunk, hogy igen, mondtam, igen uraim, igazuk van, és abban maradtunk, hogy sikeres volt az AKP. Ha ezt megkérdezik a kollégákat, valószínűleg nagyon kevesen fogják azt mondani, hogy igen, sikeres volt, de abban igaza volt a Világbanknak, hogy működőképes maradt az APEC, és a projekteket 50%-ban, ez úgy azt értjük, hogy vannak ilyen 80%-os projektek, 20%-osak, tehát 50%-ban sikeresen lezártuk. És akkor itt vannak a projektek, amiket ugye elkezdett a Világbank, és kiemeltem azokat, amelyek folytatódtak, mondjuk sikeresen, és ott vannak a nevek, akik végül is ezeket sikerre vitték, hogy úgy mondjam, amikor befejezték a projekteket. Hát köszönöm szépen, én ezt gondoltam elmondani. És... Yeah.